Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Landesweiter Weinwettbewerb der Ungarndeutschen. In Nádas wurden die Weine bewertet. Besuch in der Werkstatt der Gebrüder Wildanger. In der vom Urgroßvater geerbten Werkstatt werden bis heute die traditionellen schwäbischen Gangsäulen hergestellt. 70-jähriges Jubiläum. In Masa leben bis heute die Traditionen der Blasmusik. Wunderbar Festival. Schauspielerin Ildiko Frank bereitete sich mit einem zweisprachigen Kinderstück vor. Ein Weinwettbewerb wurde von den Ungarndeutschen in Nádas veranstaltet. Weinproben aus allen Teilen des Landes wurden auf das Ereignis im April erwartet. Die Jury musste 653 Weine probieren, um die Preise verleihen zu können. A német nemzetiségi tűzoltó zenekar alapozta meg a hangulatot Mecsek-Nádasdon. Mellettük az asztalon kupák, oklevelek. A település tornacsarnokában tartották a magyarországi németek országos borversenyének eredményhirdetését, amit vacsorával és bállal kötöttek össze április 9-én. Az egész országból érkeztek a minták, tehát Badacsonytól Villányig, Zalaegerszegtől egészen a Tokajig, tehát nagyon sok minta érkezett, szám szerint 656 minta. Ez természetesen fehér, vörös, rozé és a Schiller mintákat is beleértve. Kettő napon keresztül bíráltuk ezeket, 9 zsűri mind a két nap, egyenként 5 fővel, nagyon komoly munkát végeztek, és ráadásul ugye nem elég, hogy a zsűri vizsgálta ezeket a borokat, hanem még az arra ítélt borokat egy úgynevezett csúcszsűribe is tovább küldte, ahol külön még egyszer újra indultak azok a borok, amit az egyes zsűrik egyébként a legjobbnak találtak. Így kerül majd kiosztásra itt az eredményhirdetés végén az a 15 külön díj, ami a kategóriában a legmagasabb pontszámot ért el. Mecsek-Nádas speciális helyzetben van ezen a borversenyen, nem azért, mert mi rendezzük és akkor nekik lejtős a pálya, hanem ez már hagyomány, hogy 3 olyan díj van, amit csak nádasdi termelő nyerhet, pontosan azért, hogy ápoljuk a hagyományokat. Az egyik a Mecsek-Nádasdon eddig igen népszerű legjobb Riesling Szilváni díjat fogja kapni, a másik a legjobb fehér, illetve a legjobb vörösbort, és természetesen ugye ezeknek mind 2021-es, tehát új boroknak kell, hogy legyenek. Itt együtt versenyeztek a kis és a nagy termelők és a nagyon nagy termelők is. Amennyiben igényük van, mindenkinek tudunk biztosítani egy olyan szokásos körcímkét, ahol ha fölragasztja az üvegre, akkor nyugodtan tudja hirdetni, hogy ő a magyarországi németek országos borversenyén aranyérmet nyert. A legjobb borokat az országos önkormányzat is jutalmazta. Az országos német borversenyről beszélünk, a kitüntetett első helyezett a magyarországi németek országos önkormányzata, vagy a magyarországi németek vörös és fehér és rozé borát fogja kapni, úgyhogy ez a fődíj tulajdonképpen, részben ezért vagyok itt. Nem először, mert elődő elnökömet már egyszer képviseltem ezen a rendezvényen, de nagyon szívesen jöttem, azért ez egy, a bor és a borkultúra az a magyarországi németek életének szerves része, úgyhogy egy ilyen ünnepség is ehhez hozzátartozik. A köszöntők után az elismerő oklevelek átadására került sor, illetve a külön díjakat is kiosztották a legjobbak között. A versenyre küldött 656 minta, 43%-a fehér, illetve 43%-a vörösbor volt. Rozé 12%, míg Schillerből 2%-a érkezett a nedüknek. Egy bonyhádi borász érdemelte ki a zsűri döntése alapján a magyarországi németek fehér bora kitüntető címet. Mi egy családi pincészet vagyunk, édesapám kezdte a szőlőtelepítéseket és borkészítést, és én 2004-ben végeztem Pesten a Kertészeti Egyetemen, mint borász, és azóta akkor vettem át a pince irányítását. Az én kóstolásom alapján aranyra tettem, de nem számítottam a külön díjra, úgyhogy nagyon örülök neki. Az eredményhirdetést követően a családoké, baráti társaságoké volt a Mecsek-Nádasdi sportcsarnok. A vacsora után hamar táncra perdültek a párok a színpad előtt.
Die Gebrüder Wildanger, Zsolt und Attila, sind vor einigen Jahren heimgekehrt, um die Drechselwerkstatt ihrer Familie wieder zu eröffnen und den von den Ahnen erlernten Beruf fortzusetzen. Die in Ofala hergestellten, gedrechselten schwäbischen Gangsäulen sind landesweit berühmt und gefragt. In der Werkstatt werden aber auch geflochtene Kinderstühle sowie moderne Holzmöbel hergestellt. Die Einwohner von Ofala lebten traditionell aus Holzverarbeitung und Holzschnitzerei. Besonders berühmt und gefragt waren die in Ofala angefertigten, verzierten schwäbischen Gangsäulen und geflochtenen Holzstühle. Die Gebrüder Wildanger üben ihren Beruf aufgrund der Erfahrungen von mehreren Generationen aus. In der Werkstatt liegen die Werkzeuge schön ordentlich nebeneinander. Man kann alte und neue Maschinen sehen. Die vom Großvater entwickelte, zur Anfertigung von gebogenen Stuhlbeinen geeignete Drechslerbank ist vielleicht die einzige solche im Lande. Die Werkstatt hat eigentlich mein Urgroßvater gegründet, in 1890, aber nicht hier in Ofala, sondern in Bonjard. Und ich bin jetzt in der vierten Generation als Drechsler tätig. Das heißt, mein Urgroßvater wurde auch Drechsler, auch mein Großvater. Und dann mein Großvater hatte drei Töchter. Und so ist diese, das eine Generation dann ausgeblieben. Und dann jetzt bin ich der vierte. Die Werkstatt war ursprünglich in Bonjard, wie gesagt. Aber mein Urgroßvater kam damals nach dem Ersten Weltkrieg nach Ofala, weil da war fast kein Auftrag, keine Arbeit. Und dann hat er hier ein Grundstück gekauft, ein Stück Feld. Und damit die überleben können, praktisch, in der damaligen Zeit. Und dann hat er hier auch trotzdem eine kleine Werkstatt eingerichtet. Und so kamen meine Vorfahren nach Ofala eigentlich. Diese Werkstatt hat mein Großvater ein bisschen modernisiert in den 50er Jahren. Vor 55 gab es gar keinen Strom hier. Da waren Drechselbänke, die hat man mit Fuß treiben müssen. Und in 55 haben sie da Strom eingerichtet. Und damals war es schon wesentlich einfacher, die Arbeit durchzuführen mit diesen Maschinen. Aber dann war die Werkstatt noch nicht so groß. Die haben wir letztes Jahr erweitert. Da war mein Bruder, der ist Tischler. Und wir waren ja jahrelang in Österreich und in Deutschland in diesem Beruf tätig. Und da sind wir nach Hause gekommen, vor 3 Jahren circa. So arbeiten wir beide hier. Also ich als Drechsler und der Attila als Tischler. Und das ist auch super so. Wir können uns ergänzen. Jeder kann den anderen helfen. Und so ist es wesentlich einfacher für uns. Aber Stellungen kommen, kann man sagen, vom ganzen Land. Außerhalb Ungarn auch, also ganz viele Deutschen kommen hierher, auch welche von der Schweiz, aus den Niederlanden. Weil hier in Ofala haben, sind ziemlich so 20, 30 Häuser, die in ausländischem Besitz sind. Und die haben natürlich viele Verwandten draußen und das wird dann gesagt, dass hier diese Werkstatt existiert. Es gibt zurzeit ziemlich viele, das freut mich auch, weil ich mache die sehr gerne. Und ich denke, diese ursprüngliche schwäbische Säulen, die werden nur noch hier bei uns hergestellt, im ganzen Land, nirgendwo. Und, aber außer Säulen, wir machen auch kleinere Artikel, kleinere Produkte. Also unsere Produktenpalette ist sehr weit. Wir machen da von kleinen Schmuckdosen, Holzvasen, Schalen, Schüsseln über Stühle, also die traditionelle schwäbische Stühle, bis hin zu diesen Säulen. Zsolt Wildanger drechselt eben eine Gangsäule. Die Ziermotive werden seit Generationen verwendet. Früher war es ein bisschen vielleicht einfacher. Insofern, früher hat man einen Holzstamm gekauft, praktisch, weil das ist ja aus Linden gemacht. Und dann wurde die Rinne abgezogen. Aber da musste dieser Stamm ca. mindestens drei, vier Jahre stehen bleiben, damit er genug trocken wird. Und danach wurde er so eingespannt, wie er ist. Und dann abgedrechselt. Das war natürlich halt ein bisschen geschlagen während, also das war nicht ganz gleich, nicht ausgeglichen wie diese. Aber hat man trotzdem machen können. Die letzten Jahre machen wir es schon ein bisschen anders, damit wir getrocknete Posten kaufen. Die werden dann ausgeschnitten und dann zusammengeleimt. Und danach werden die eingespannt und gedrechselt. Und so ist es ein bisschen einfacher zu drechseln und auch die Qualität
wird natürlich wesentlich besser so. Die ist jetzt ca. 92 groß, da kommt noch ein Kopf drauf, das sieht man jetzt nicht. Weil die werden dann extra gemacht, weil die ist so 3,20, 3,25 lang. Ursprünglich sind sie die so ca. 3 Meter lang, normalerweise. Aber manchmal, wenn ein Vorgang höher ist, dann müssen wir die ein bisschen höher machen, dann kann man bis zu 4 Meter machen, aber dann müssen wir sie aus zwei Stücken machen. Aber das geht natürlich auch. Das ist typisch schwäbisch. Also ich habe das von meinem Großvater gelernt und von seinem Vater und Großvater. Und ich glaube, diese Muster hat mein Urgroßvater irgendwie oder mein Urgroßvater entwickelt. Und das ging dann von Generation zu Generation weiter und ich mache noch immer dieselbe Formen. Außerdem bekommt ein Kunde, der etwas außergewöhnliche Formen will, nicht diese ursprüngliche Formen. Das geht natürlich auch, ist kein Problem. Fertig ist es noch nicht, da kommt noch ein Motiv rein und dann kommt oben, wie gesagt, ein extra Stück Kopf drauf. Und dann wird diese Gerade hier, was man hier sieht, die wird noch, da kommt ein Nut rein, also verschiedene Nuten, also wird noch ausgefräst. Ich habe ja unten ein Musterstück, das kann man nachher mal anschauen. Und wenn alles fertig ist, gedrechselt, gefräst und der Kopf drauf ist, dann kommt ein Maler, also das wird dann vor Ort gemacht. Und dann wird das farbig gestrichen, verschiedene Farben. Neben der Werkstatt steht ein altes schwäbisches Bauernhaus, dessen Vorgang vor beinahe 100 Jahre alten Holzsäulen getragen ist. Im Gebäude wurde ein Schauraum eingerichtet, ein Geheimtipp für die Besucher von Ofala. Aufgrund von Traditionen der Bergmannsorchester und schwäbischen Kapellen wurde vor 70 Jahren die Maser Blaskapelle gegründet, die bis heute tätig ist. Seit 1952 gibt es kein Fest in der Siedlung, an dem die Kapelle das Niveau der aktuellen Veranstaltung nicht erhöht hätte. Die Musiker streben jederzeit danach, egal wie die Umstände eben waren, dass die Tradition erhalten bleibt und die Kapelle spielen kann. A Mázai Fúvózenekar és vendégei közös száma előzte meg az ünnepeltek bemutatkozását a 70. születésnap alkalmával megrendezett fúvózenekari találkozón. Ez a trombita, amely meg annyi fellépést ért meg az első hangszerek között volt, mely megszólalt a zenekar fellépésein, és ami ma már csak az időn múlását jelzi. És jelképezi, Mázán járjanak bármilyen idők is a világra, a zenélés szent ügy. Pece Gábor Karnagy több mint 3 évtizede irányítja a munkát. Én 1991-ben vettem át a fúvószenekarnak a vezetését. Előtte rövid időben ment el az utolsó végzett karnagy a zenekartól dolgozni, és úgy gondoltam, mint a katonaságtól leszerelt ember, hogy megpróbálkoznék avval, hogy a régi zenésztársaimmal együtt csináljunk egy jó fúvós zenekart továbbra is. Egyszerűen muzsikálni szerettem volna. És utána ebbe a dologban nyilván bejött a bányász hagyomány ápolás, aztán bejött a sváb hagyományoknak az ápolása, és a Mázai Fúvós Zenekarnál úgy gondolom, hogy bejött az is, hogy én valamikor katonatiszt voltam, és ezért a zenekarnak a repertoárján mindig szerepel magyar katonainduló. Margitai János, Baranya megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, a térségben élők számára saját identitásuk megtartásában kiemelkedő szerepe van a zenei gyökereknek. A térséget nézem, Baranyát és Tolnát, két ilyen nagyobb térséget, 300 évre minimum visszatekinthetünk, hisz a felmenőink körülbelül 300 évvel ezelőtt jöttek ebbe a térségbe,
hoztak magukkal munkakultúrát, tudás, egzisztenciát, és itt a török kivizése után egy új hazát teremtettek. Na most, hogyha azt nézem, hogy a fúvós zenei kultúra, egyáltalán a zenei kultúrának milyen szerepe van az életünkben, akkor azt mondhatom, hogy valószínű a nyelv után a második olyan tényező a zene és a zenekarjaink, akik igazán identitást adnak nekünk, vagy ezen a zenei kultúrán keresztül az identitásukat őrzük. Én magam is egy olyan hazai német vagyok, aki ebben a kultúrában nőttem bele. Minden bálon nagynyarádi vagyok a környéken, hát nagy büszkeséggel jártunk még gimnazistaként is bálokra. Ezen a zenén nőttünk fel, és ma is imádom hallgatni. Nagyon sok köszönettel tartozunk azoknak, jelesül mondjuk ennek a 70 éves itteni zenekarnak és azoknak, akik itt fellépnek, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az a kultúra, ami a felmenőinké volt, az a miénk is legyen nekünk. Ehhez persze tennünk kell, gyakorolnunk kell, játszanunk kell, meg kell tanulnunk a zenét, hogy a kultúrát a sajátunknak tudjuk. Ahogy a beszédemben itt elmondtam, egy ingatlant, egy autót én a felmenőimtől megörökölhetek. A kultúra nem ilyen, ahogy Kodály Zoltánra hivatkozva mondom. A kultúra elsajátításáért nekünk naponta tennünk kell, mert egyébként az elpárolognak. Ritter Imre az Országgyűlés német nemzetiségi szószólójának véleménye szerint az ilyen múltú zenekarok minden esetben példát mutatnak az utókor tagjai számára. A nemzetiségi élet lényege pont az, és mindig azt mondom, hogy nem csak a tragédiáinkra kell emlékeznünk, nem csak arra kell, hogy igen, sokat dolgozunk, következetesek vagyunk, minden helyzetből fölkelünk, hanem meg kell élni a mindennapjainkban, meg kell élni azt, ami örömet ad. A gyerekeknek is olyan programokat csinálni, olyan rendezvényeket, ahol jól érzik magukat, ahol megélik a nemzetiségi mi voltjukat, mert ezt ilyen ráolvasással vagy házi feladatként ezt nem lehet csinálni. És ebben nagyon fontos szerepe van egyrészt a nemzetiségi intézményeknek, másrészt pedig pont a kultúregyesületeknek, hiszen sajnos az a valamikori háromgenerációs családmodell, ahol a nemzetiségi tradíciók, hagyományok, kultúra, nyelv átöröklése az a mindennapok természetes része volt, ez sajnos ma már teljesen feloldódott, a generációk nem élnek együtt, és már a gyerekek nagyon sok mindent otthonról nem tudnak megkapni, ezért nagyon fontosak az egyesületek, kultúregyesületek. Úgy hiszem, hogy Máza Szászvárnak és utána Mázának mindig is az volt, amikortól zenekar volt 1952-től. A bányásznapok, a május elsőjék és minden egyes falusi ünnep, amin a fúvós zenekar kiállt, az összes minősítő hangverseny a megyébe és az országban, amin a fúvós zenekar részt vett, mind-mind elvitte Mázának, Szászvárnak, illetve Máza Szászvárnak egy időben a hírnevét. És gyakorlatilag én úgy hiszem, hogy ez most is így van, hogyha valahol a Máza község neve elhangzik, vagy a valamikori Máza-Szászvári foci csapatra emlékeznek, vagy pedig a mázai fúvós zenekarra. Ildikó Frank bereitete sich auf das Wunderbar-Festival mit einer Ein-Personen-Vorführung, die kleine Hexe. Das Programm wurde vom Verein für Ungarndeutsche Kinder, VUK, mit dem Ziel organisiert, dass die Kinder auch so die deutsche Sprache lernen und das Gehörte mit dem Gesehenen verbinden.
Az Egyesület a magyarországi német gyerekekért különféle programokat szervez német nemzetiségű gyerekek és családok számára. A Wunderbar Fesztivál keretében Frank Ildikó művésznőt hívták meg, hogy varázsoljon színházat a Lénauházba. A VUKA Magyarországi Német Gyerekekért Egyesület. A programok 5-18 éves gyerekeknek szólnak, de leginkább az 5-12 éves korosztály. Az Egyesület számos tábort szervez, nyáron ottalvós táborokat is, meg napközis táborokat, gyerekeknek utazásokat, kultúrprogramokat, és ilyen alkalmakat, mint a mai nap, egy színházi előadást látunk majd ma. Ez egy országos egyesület, tehát nagyon változó, hogy hol, melyik városban, hogy van jelen az egyesület. Alapvetően, ahol jól ismerik, onnan rengeteg gyerek érkezik például a táborokba is. Pécsen is van egy kisebb közösség, aki rendszeresen visszajár, de a koronavírus itt is közbeszólt, és azóta elég ritkán látjuk az egyesületi tagokat. Most először szinte az összes programunkat meg tudjuk szervezni, tehát az egyesület szinte összes programja megvalósul, bízunk benne, hogy egy sikeres év lesz. Frank Ildikó a Kisboszorkány című darabot hozta el Pécsre. Az egyszemélyes előadás kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt. A szórakoztatás mellett a színház is sokat tehet a német nyelv népszerűsítéséért. A darabot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatja. Hallo, ich bin die kleine Hexe und ich versuche gerade einen Regen zu machen. Jo? Also. Nichts? Gut, nochmal. Mir geht's in der globalen Jo. Kein Regen. Immer noch kein Regen. Mir mindig nem esik az eső. Ez egy kis boszorkány című mese. Tulajdonképpen hát ilyen improvizatíve magyar és német, ez mindig attól függően, hogy a gyerekek mennyire értenek németül, de alapvetően németül van, és van hozzá egy háttérvetítés, amit egy temesvári művész festett, remélem, hogy most a technika is megengedi, hogy ezt kivetítsem, és akkor ez egy ilyen kis történet, amiben van egy-két dal, és akkor a gyerekek így tulajdonképpen arra van számba, hogy picit németül tanuljanak ezáltal. Vannak ilyen egyéni műsoraim is, megjátszom itt a pécsi színházaknál is egy-egy produkcióban, meg az Oberon Társulatnál is játszom a Bündeltánc című produkcióban, azt is nagyon szeretem. Tehát én azt gondolom, hogy nincs kedvenc korosztályom, én szeretek olyan dolgokat játszani, aminek úgy érzem, hogy van értelme, amivel valamit adok annak az adott publikumnak. Sokkal többet játszottam németül, én ugye a színművészetet is németül végeztem el Temesváron, és akkor egy kicsit ki voltam éhezve arra, hogy most magyarul játszani, de amúgy mindkettőt nagyon szeretem. Talán Baranyában a leginkább az országból, meg talán Pest, ott a Pilis tájékán, Pest megyében ott vannak olyan közösségek, akik még értenek németül, de minden esetre én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok itt Baranyában, hogyha németül akarok játszani. Az a tapasztalatom, hogy a zenés darabokat nagyon szeretik, úgyhogy én egy Marlene Dietrich esttel is szoktam járkálni az országban. Még van zenés produkció, ilyen egy-két szereplős, tehát én ilyen nagyon miniben dolgozom, hogy van, vagy ketten vagyunk, vagy hárman a darabban, kivéve akkor, amikor meghívnak egy társulathoz. Úgyhogy mindenféle tervben van. Lauf auf den Wiesen zum Blocksberg geschwind, fliegt die kleine Hexe schnell wie der Wind. 100 Hexen mit fliegenden Haaren und flatternden Röcken versammelt dort an. Heie, 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 mein Mond ist Nacht, auf geht's zum Hexen. Die ganze Nacht, heia, 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 mein Mut ist Nacht, auf geht zum Hexentanz die ganze Nacht. Vielen Dank für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.